Sziasztok, kedves nézők! Újra itt vagyunk a Legendák nyomában nevű amerikai filmsorozatnál. Na jó, nem. Amerikai, de nem filmsorozat. Na, most jelenleg ketten vagyunk, mert Castiel kijelentette, hogy neki nincsen kedve ehhez az egészhez. Úgyhogy nélküle fogjuk elkezdeni, de itt van velem mi Móza megint. Sziasztok! Na, mindig elfejtem a nevét. Mondd ki, légy szíves, hogy miről fogunk beszélni. Dyatlov rejtély. Incidens. Elég sok neve van, mondhatjuk bármelyiket. De ja, az incidens a közkedvelt név. Dyatlov incidens, Dyatlov rejtély, Dyatlov hágó. Nál történtek dolgok, ugye, tehát több néven illetik. Na, az lesz most a tátusz. Nem tudom, én szeretem a legendák nyomába felvezetni a részt, hogy... Most el fogjuk mondani én a bevezetést, Mimóza később meg azt, hogy maga a történet, hogy mi történt, és hogy mitől rejtélyes ez a dolog, és hogy miért kerül bele lényegében a legendák nyomábanba. Ez nem is konkrét legenda, hanem ez egy megtörtént dokumentum, aminek vannak rejtélyes titkai. Ezért gondoltam, hogy akkor lehetne ebből is egy részt csinálni. Vannak eredeti felvételek, azt is majd láthatjátok, illetve akkor felolvassuk mindketten majd, hogy miről is szól, és utána meg kivesézzük az egyes teóriákat, hogy megállják a helyét, or not. Szóval, akkor kezdődjenek a felvezetések. A Dyatlov rejtély Szovjetunióban 1959. február 1-jéről 2-ára virradó éjszakáján történt. Máig meggondolatlan tragikus esemény, melynek során az egyetemistákból álló 9 fős Igor Dyatlov vezette turista csoport tagjai az Urál északi részén a Holcsal hegy közelében meghaltak. A helyszínt a csoport vezetőjéről, azaz Dyatlov hágónak nevezték el. A csoport tagjai halálának oka máig ismeretlen. A holttesteken talált furcsa sérülések, például belső sérülések, hiányzó testrészek, a bőr furcsa elszíneződései miatt az idők folyamán számos elmélet látott napvilágot. Az Urál-hegység északi részén nehéz terepviszonyok mellett 16 nap alatt 350 km-es utat akartak megtenni, melynek során el akarták érni az Otorten hegyet. Autóbusszal utaztak Bizsajba, ahol éjszakára szállodába szálltak meg. Másnap reggel teherúton tovább utaztak észak felé, majd 27-én megkezdték a túrát. Még aznap a csoport egyik tagja megbetegedett, Jurin Jugyin lábában ideggyulladás alakult ki, az azonnali visszafordulás helyett ő azonban még a csoporttal tartott a következő táborig, hogy kőzetmintákat gyűjthessen az egyetemnek. Jugyin január 28-án fordult vissza Vizsaj felé, ennek következtében ő lett az egyetlen túlélője a túrának. A felszerelését és a meleg ruházatát szétosztották a csoport többi tagja között. A túra Jugyin kiválását követő szakaszáról nem maradt szemtanú, a további eseményekre csak naplóbejegyzésekből és résztvevő után maradt fényképfelvételek alapján lehet következtetni. A terv valószínűleg az volt, hogy a hágón átkelve a hegy túloldalán éjszakáznak, az erős havazásban a rossz látási viszonyok miatt az eredeti útvonaltól nyugatra a hegy irányába eltértek, így a hegy lejtőjén nyílt terepen építették fel a sátrat éjszakára. A csoport keresését először a lehetséges útvonal meghatározásával kezdték. Kiderült, hogy a Dyatlov indulás előtt nem adta be az útvonaltervet az egyetemi sportklubnak, így pontos ismeretek nem álltak rendelkezésére a kereséshez. Bár a hatóságokkal és a családtagokkal megbeszélt első jelentkezési időpont február 12-e volt, amikor a Vizsaj nevű faluból rádión keresztül kellett volna életjelet adni magukról, kezdetben senki sem aggódott, hiszen az időközben lebetegedett és visszafordult társuk jelezte, hogy valószínűleg késni fognak a többiek. Mivel még egy hét elteltével sem hallottak róluk semmit, megindult a keresés, amelyben egy újabb hét elteltével a légierő is bekapcsolódott. A 4000 négyzetkilométernyi terület átfésülése után végül február 26-án találták meg a fiatalok utolsó táborhelyét, másnap pedig 5 holttestre leltek. A helyszínen több furcsaság várta a szakértőket. A sátorfalát belülről késsel vágták fel, a maradványokat pedig 900 méterrel odébb,
egy 5 méter magasságig lecsupaszított fenyőfa alatt találták meg. A holttestek közül kettőn nem volt lábbeli, hármójuk pedig csak alsó neműt viselt. A 22 éves Zinaida mellett vércseppeket fedeztek fel, amelyekről a genetikai vizsgálatok kiderítették, egyikőjüktől sem származnak. Egy holttestnek az orra hiányzott, többőjükön égési sérülés nyomai voltak láthatók, s mindegyik test bőrszíne narancssárgásra változott. Májusban, a hóolvadások után a maradék 4 holttestet is megtalálták, egy több méter mély vízmosás szélén, ami tovább fokozta az izgalmakat. Ljudmillának például úgy tört el minden bordája, és mozdultak el a belső szervei, hogy külsérelmi nyom nem látszott a testén. Továbbá nyelvének hűlt helye volt. A titokzatos túravezetőnek a jobb oldali bordái törtek el, míg egyikük koponya alapi sérülést szenvedett a fenyőfa és a tábor között félúton, úgy, hogy nem volt mellette más lábnyom. A boncolás megállapította, hogy ötük halálának kihűlés volt az oka, hárman fizikai sérüléseikbe haltak bele, a 9. halálok pedig vegyes volt. 6 holttesten egyébként rádióaktivitás nyomait is felfedezték. És ha mindez nem lett volna elég, Zolotaryov fényképezőgépéből nyoma veszett a filmnek. Ugyanebben az időben, 50 kilométerrel odébb pedig egy másik túracsoport a halálhegy fölött furcsa, különböző nagyságú, vöröses, narancssárgás, illetve kékes színű gömböket látott ide-oda cikázni. A meglepő gyorsasággal lezárt nyomozás iratai titkosították, csak 1999-ben oldották fel részben, amelyekből kiderült, valószínűleg felsőbb utasításokra, de igencsak felületesen jártak el a korabeli szakértők. Természetesen a szemtanúk hiánya és a tucatnyi furcsaság nem egy spekulációk ikletet, amelynek a földön kívüliek és a sorozatgyilkolásba csapó szerelemféltésen át a kísérleti fegyverek áldozataivá válásaik sok területen lefednek. Az egyik leglogikusabb elmélet a lavinaomlás lehetne, amely megmagyarázná a törött bordákat, a sátorból történő gyors távozást és a fagyhalált. Ám a nyelv és az orr hiányát vagy az idegen vércseppet aligha. Egy elmélet szerint mansi vadászok végeztek a területeiken betolakodókkal, akiket elég volt megijeszteni és kikergetni a sátorból. A mínusz 18-ok pedig végezte a munkáját. Na. Akkor megvolt a felvezetés, meg ilyesmi. Az utolsó témához szeretnék leginkább hozzászólni, miszerint lavinaomlás történt. Igen, tehát akkor most végigmegyünk a lehetséges. Igen, igen. Az egyik ugye a lavina. Az egyik, ugye a legutolsó, amiről beszéltem, az a lavina. Azért nem állja meg a helyét nálam, mert egy, ha omlás veszély volt, akkor miért nem mentek ki, megállapították, omlás veszély volt, kész. Miért kell ez egy titkos ügynek lennie? Miért kell titkosítani az aktákat azért, ha lavinaomlás volt? Igen. Nyilván nem. Második megcáfolás, a lavinaomlástól mitől lett valakinek rádióaktív sugárzása? Semmitől. Kettő az, hogy elveszett a, illetve három, hogy elveszett egy film tekercs, vagy felvétel, az megint a lavinában meg tudták volna találni. A másik szerintem ki tudnák következtetni, hogyha lavinaomlás volt, hogy akkor kb. Mennyit kellett volna elsodródniuk a tábortól. A sátrak szerintem egy helyen voltak, azok nem lettek arrébb rakva. Nem. Azok, ha lavinaomlás van, akkor az mindent elvitt volna, szana szét, mit tudom én, le tudták volna vezetni, hogy 1,3 kilométert gurultak le. Szerint egyiket se állították ilyen biztosra, csak rámondták, hogy akkor lavinaomlás. És a hiányzó testrészekre sem. Igen. Meg a vércsepp. Tehát... Meg a vér, így van, meg az idegen vércseppekre sem ugye ad magyarázatot a lavina. Igazából még egy dolgot olvastam, hogy azt mondta az orvos, aki vizsgálta a testeket, hogy úgy voltak összetörve, mintha autóbalesetet szenvedtek volna. Tehát annyira össze volt némelyik roncsolva, de úgy, hogy kívülről nem látszódik. Tehát lavina okozhat, ugye
borzasztó erejével, hasonló sérüléseket, amiben bele lehet halni, de akkor ott külsérelmi nyomok is vannak, tehát amíg még életében szerzi azokat a sérüléseket, akkor kék-zöld foltok, stb. Keletkeznek rajta, de ilyen nem történt. Tehát ugye az megint egy olyan dolog, hogy igazából azt sem magyarázza. Igen, pluszban még én olvastam valahol, de azt hiszem ezt nem mondtuk bele, hogy nem csak narancssárgás bőr, de ugyanakkor öregebbnek tűntek, mint amilyenek voltak valójában. Volt egy ilyen külföldi videót néztem, és abban benne volt ez, és aztán pont mutattak is egy fényképet, ahol tényleg olyan, mintha őszebb lett volna a haja. Tehát azt mondták, hogy másabb, mint ahogy volt. Az lehet a sugár... A sugárzástól öregíthető? Igen. Meg kifehéredhet a haja tőle, a sugárzástól. Oké, a másik, hogy a sugárzás, hogy... Tehát mi? Ha a sugárzást bekapja valaki, akkor valószínű ott jó pár ideig bekapja más is. Tehát akkor gyakorlatilag, mivel egy helyen tartózkodott a mentő akció, meg ők, akkor nekik is sugárfertőzésbe kellett volna lenni, illetve vagy tábla, vagy valami, ha sugárfertőzés van. Tehát gyakorlatilag a 9 ember közül, vagyis csak 9 ember kapott sugárfertőzést, és nem lehet a hely miatt. Mármint úgy, hogy magától a hegytől nem lehet. Akkor lehetne, hogyha ott lenne valamilyen bázis, illetve olyan dolgokat csináltak volna ott, ami hirtelen sugár fertőzést okozott, mit tudom én, 1-2 óráig lehetett volna észlelni, de ugye jó pár hétig ők a lavina alatt voltak, az alatt, az idő alatt szétfoszlott annyira, hogy már ne lehessen mérni utólag. De le tudták mérni utólag, tehát ugye ez... De csak a testeket? Igen, a testek környékén, meg ott, ahol táboroztak, ott írták, hogy ott akadt ki úgymond a Geiger mérőműszer. Meg az a legérdekes... De ott máshol semmi, ez egy nagy büdös semminek a közepén van. Tehát igen, ott mi sugárzik, tehát ott semmi nincsen. Az egy domb. A másik elmélet, ami ugye a lavinás előtt volt, hogy ugyanabban az időben láttak narancssárga kékes fényeket, ami a földön kívülekre utal. Igen, ez nagyon sok máshol is sokat olvastam, meg hallottam róla, hogy ott az Urál hegység környékén, ott nagyon sok ilyet mondtak a helyiek, illetve észleltek. Narancssárga, gömbszerű, lebegő tényleg, repülő dolgokat. Most vagy tényleg földön kívüli aktivitás, vagy ott valamilyen kísérlet folyik. Tehát katonai kísérlet, igen. Ez is egy... Mert szerintem én nem tudom, de milyen földön... katonai kísérlet levágni valakinek az orrát, meg kivágni a nyelvét. 19-20 éves fiatalokról beszélünk. Tehát ez milyen katonai kísérletnek én lehet... Nem tudom. Tehát ezért furcsa, mert a másik, hogy ugye azért volt ez nagyon fura, mert mi készthette ezeket az embereket az, hogy váratlanul a semmi, mármint egyszer semmibe kirohangáljanak a sátrukból, és utána meghalnak. Tehát minek kellett ahhoz történni, hogy ilyen hidegben egyszerre ennyi... Tehát borzasztó hirtelen kellett, igen, hogy elinduljanak. Tehát minden nélkül nem számított semmi. Igen. Tehát valami miatt futottak. De mi miatt? Mert nem volt a környező, nem voltak lábnyomok, hogy őket üldözte volna valaki. Ők menekültek volna valami állat elől, valami... Semmire ilyen nyomja. Semmi olyan... De akkor megcáfoltuk azt a teóriát is, hogy akkor mi a vadászok. Orvadászok, vagy kik voltak azok, akik úgymond megcsonkították, de az megint nem állja meg a helyét, hogy akkor hogy lesz sugárfertőzés. Így van. Meg a, miért menekültek? Tehát miért... Egyrészt nekik meg volt, szerintem kifele... az engedélyük, meg mindenük persze, meg volt. Persze, minden papírt megszereztek. A másik meg, hogy ők nem egy olyan banda voltak, akik felkészületlenül, meggondolatlanul nekivágtak ennek az útnak, hanem tehát valakik voltak. Igen, ez cáfolja meg azt az elméletet, hogy egymást próbálták tán ijeszgetni, volt egy ilyen elmélet, és akkor ugye balul sült el a tréfa. Tehát, hogy azért kezdett el az első páros menekülni, mert hogy a másik ijeszgette, vagy nem tudom, ilyesmi volt, de tehát itt
profi hegymászó tapasztalt emberekről beszélünk, akik műszaki egyetemet végeztek, tehát nem... Jó, jó, oké, de ez már lehet hülyéskedni. Jó, lehet hülyéskedni, de nyilván, amikor ott vannak mínusz 18 fokban, de nem azzal fognak elzárva, hülyéskedni, nem ezzel minek... fognak hülyéskedni, így van, tehát ez nyilván egy olyan normális keretek között biztos, hogy... Tehát nem turisták voltak, akik meggondolatlanak és eltévedtek, meg amit láttuk a horrorfilmekben, hogy milyen meggondolatlanok, és akkor hújjezgessük meg a másikat, aztán halálra fagyunk, hanem tényleg ők nekik már nem ez az első ilyen, gondolom összeszoktak, úgyhogy meg tényleg miért éphette ki valaki a nyelvét, meg összecsonkított holtestek volt a gyakorlatilag. Igen. Egy lavinától leesett valaki orra. Nem hiszem. De... Nem hiszem. Okay. Igen, és tehát az egyik srácról, akiről külön említette a történet, hogy a fa és a tábor között a tábor felé fordulva volt összeesve, és a fejsérülés szenvedett. Tehát már ő visszafele volt, a tábor felé volt dőlve arccal, lefele. Tehát nem a fák felé futott, hanem akkor ő már valószínűleg visszafele ment volna, és mi vágta fejbe, mikor nem volt, ugye se lábnyom, semmi nem volt ott. Igen, hogyha és nem hogyha volt. Az ő lábnyoma megmaradt, akkor a másik lábnyomnak is meg kellett volna maradnia. Tehát megmaradtak a megmaradt, ő az ő lábnyomaik megmaradtak, igen. Ha nincs külött más lábnyom, se állati, akkor valószínűleg emberi... nem is volt. Akkor nem, ha csak nem lebegett az élető. Igen. Csak ha mi lebeg akkor. De az előbb azt akartam mondani, hogy azért utalok arra, hogy katonai dolog, mert én szerintem a földön kívüliek, vagy nem tudom, én szerintem egy földön kívüli űrhajó nem bocsájt ki magából rádióaktív sugárzást. De. Bocsájt ki? Igen, többször mondták, hogy a hajtóművek valószínűleg, hogy használ olyan anyagot, ami miatt lehet sugárzó. Mértek például a gabonaköröknél is, meg hasonló helyeken is mértek. Minimális. Akkor így más. Akkor így értem. Hát akkor szerintem... A legjobban egyébként ez állna, ez a teória állja meg a helyét. Abszolút az állja meg a helyét legjobban, hogy UFO. Hogy valami idegen dolog. Jó, akkor mert, most... Mert ott, ott belefér egy kicsit a csonkítás is, ugye belefér az, hogy mondjuk egy lökéshullám miatt sérültek meg, megtörtek el a bordái. Akkor ugye kaphatták az külsérelmi el ugye a sugárfertőzést. Nem csinál. A sugárfertőzést akkor akár egy lökéshullámmal is el így lehet van. Izélni. Ott tehát... valamitől megijedhettek, és azért kezdtek elmenek. Tehát az állja meg legjobban a helyét. Igen, mert ha ezt levezetjük, lehet, hogy mit tudom én, meglátták a sátorból a fényeket, vagy lehet, hogy alapból már ott volt fölöttük, és elkezdtek... Hangot hallottak, igen, vagy valami. Vagy valami ilyesmi volt. Elkezdtek futni, vagy már azelőtt úgymond elkapták őket, kísérleteket végezték rajtuk, lehet, hogy visszadobták, felkeltek, úristen, mi volt, elkezdtek futni, aztán idővel megfogytak, mert a halálokkal gyakorlatilag a megfagyás volt. Ötnél igen, háromnál pedig a sérülésekbe halt be. Tehát hamarabb meghalt, mielőtt megfagyott. Tehát elrabolhatták őket, vagy... Vagy egyszerűen csak egy támadás volt. Megtámadták őket. Valamiért. Lehet olyan helyre mentek, ahova nem lett volna szabad. Vagy lehet, hogy pont láttak valamit, amit nem... De mondjuk azért elég csúnyán kivégezték őket, tehát... Jó, akkor beszéljünk a filmről. Jó, említsük meg a filmet, jó. Készült erről egy film, ugye Halálhegy címmel, magyar neve Halálhegy. Az angol címe meg szerintem ugyanaz, hogy a gyatlóbi incidens. Vagy utána kéne néznem valamilyen Devil's Pass, azt hiszem az volt. Az ördög átjárója, vagy valami ilyesmi.
Nem emlékszem pontosan. Meséld el addig, amíg én utána nézek. Hát igazából a film egy olyan teóriát hoz elő, hogy titkos katonai bázist találtak, ahol időutazással kísérleteztek, és ők is bele kerültek ebbe a dologba, ebbe az időutazásba, és így emiatt haltak meg. Mondjuk a film az teljesen másképp közelíti meg, igen. Tehát itt egy mai fiatal csapat megy vissza arra a helyre, ahol ez a dolog történt, és a filmben kiderül, hogy akiket megtaláltak, halottak, azok ők, mert visszamennek az időben. Igen. Ja, hát végig is le is lőttük, akkor gyakorlatilag a film végén. Igen, ja, tényleg, igen. Az angol címe Dyatlov Pass Incident, tehát az gyakorlatilag. Igen. Tehát ott belevisznek egy időutazást, de azt hiszem egyel több holttestet találtak meg, nem? Mert nekem valami ezt valami van, igen, de annak most nem találtam. Szóval a lényeg az, hogy van egy csavar a végén, amit most semmi olyan hihető oldalon nem találtam róla leírást, ami... Tehát a filmnek bizonyos részei nagyon megegyezik, attól a ponttól, a lezárástól szerintem. Most találnak egy lejáratot, egy föld alatti bunkerhez, és onnantól már szörnyek, meg mindenféle ilyesmik vannak. Nyilván a horror részét akarták ezzel megtölteni, viszont kaptunk egy alternatív befejezést, és utána mutatnak eredeti felvételeket, és akkor... Tehát igazából abban nem viszik bele az UFO-kat, meg ilyesmiket, hanem inkább lényeket. Hát az idő, ők, ugye azok a lények is az időutazás miatt váltak olyanná, amilyenné, tehát itt igazából ez maga a kulcs dolog, ez az időutazás kísérlet dolog. Igen, mert találnak egy kamerát, azt hiszem, és az a kamerában már, tehát mindig van egy kamera, vagy valami ilyesmi, igen. Nem tudom, régen láttam. De arra emlékszem, hogy időutazás a vége, meg hogy ezzel gyakorlatilag így paradoxont hoztak létre. Akit érdekel, az nézze meg. Igazán. Nem rossz film egyébként, tehát egész jó. Tehát még egyszer a Halálhegy Gyatlov rejtély, az a 2013-as, és egy csajszi van a semmi közepén, az a borítója. Igen. Na, mi lehet még, ami... Tehát... Nincs, igazából nem nagyon magyarázza semmi azt, hogy... Az egyik dolog, hogy miért kellett titkosítani. Az, hogy ezt titkosítják, elárulják azt, hogy lehet, hogy találtak olyan dolgokat, amit nem hoznak napvilágra. De ha már találtak olyan dolgokat, akkor gyakorlatilag elárulták magukat, hogy nem szokványos dolog történik. Ha szokványos dolog történik, és tényleg mi az lavina lett volna, akkor az első pár napban kijelentik, hogy hát szegény tragédia történt, lavina ölte áldozatait, stb. És akkor ügy lezárva. Hát jó, kész. Mondjuk azért 1959-es Szovjetunióról beszélünk, amikor az eset történt, tehát igazából Natasa néni kis csibéit is titkosíthatták, ha akarták, mert akkoriban ez volt a hivatalos eljárása mindennek, hogy amit nem akartak, hogy szájára vegyen a nép, azt azonnal titkosították, az kész, egy mozdulattal lesöpörték az asztalról, bármi volt. Tehát nyilván akkoriban az így működött, azért most már 2015-ben ezt nem tudnánk megcsinálni, de ha újra elő... De... Volt szó arról, hogy újra elővették az ügyet, miben több dolog kiderült, de akkor gyakorlatilag még mai napig zárat, tehát nincs lezárva. Ez nincs, ez a mai napig megoldatlan, nem zárták le úgy, hogy megtaláltuk a megoldást, hogy mi történt, ez a mai napig egy nyitott dolog, hogy hivatalosan sem tudják. De ez mi már? Hogy mi történhetett. Tehát az, hogy egyetlen miért akartak ide elmenni? Expedíción voltak. Ez csak egy rendes túrának indult. Ugye az egyetem, ahol tanultak, oda akartak szerezni mindenféle kőzeteket, meg hasonlókat, de ez csak egy sima túrának indult. Hogy ők most megmásszák azt a hegyet, mert ők hegymászók. Tehát semmi különös
nem volt benne, mert ugyanilyen túrára mennek hajókkal, meg mit tudom én mivel, ez csak egy sima ilyen síelős túra lett volna, csak hát nem tértek vissza. Másik érdekesség egyébként a magának a hegynek a neve. Ne menj oda, úgy is szokták fordítani, de a halálhegy igazából. Tehát igen, magának a hegynek a jelentése az, hogy ne menj oda. Tehát már ez is árulkodik valamiért, de miért? Tehát nem hiszem, hogy annyira veszélyes lenne, de akkor meg miért? Hát, hogy ha annyira veszélyes lenne, akkor nem kaptak volna rá, így van, engedélyt, igen, hogy ők oda menjenek. De papírjuk volt, mindenük volt. Tehát ez egy sportklubnak egy bejelentett túrája volt, amire megkapták az államilag az engedélyt, hogy mehetnek. Igen. Tehát ezért nem értem, hogy... Tehát nem kellett volna semmi veszély, nem lett volna szabad, hát hogy... Igen, gyakorlatilag helikopterről megközelíthető, tehát igen, annyira magason nem voltak. 1000 méter magasan voltak, 1000-valahány méteren, tehát az nem egy... Tehát igazából elvég semmi veszélynek nem kellett volna, maximum ugye a megfagyás, meg a hóvihar, stb. Ezt gondolom belekalkulálták. Az, hogy így nevezzenek el valamit, mert ha a Monteverest elnevezik halálhegynek, akkor azt megértem, mert nagyon sok ember meghalt, meg azért oda még a helikopter. Hát jó, az egy kicsit magasabb, igen. De oda is, tehát ugyanúgy ugye mennek túrázók, akiknek ez a sport, vagy a hobbi, vagy épp a munkájuk. Tehát itt is, ez is csak egy sima olyannak indult, ami... Nem tudom, szerintem belekeveredhettek valamibe. Lehet, hogy ott a... Most csak példát mondok, két UFO küzdött egymással, vagy nem tudom, és akkor ők meg pont belekeveredtek, vagy valami olyasmi lehetett. Mert indokolatlanul szerintem egy UFO sem támadja meg őket így, hogy tényleg mindegyik rémült arccal halt meg mit tudom én, tehát látszik rajtuk az, hogy ott igen, igen, nagy balhé volt. Tehát ok nélkül szerintem ez sem maximum porrá égetik őket, az kész. Hogyha láttak valami olyat, amit nem kellett volna, de ők itt meg lettek kínozva gyakorlatilag az utolsó. Most eszembe jutott, az mi van akkor, hogyha találtak egy földön kívüli, és mondjuk megerőszakolták. Tehát ez akkora indokat adna, hogy akkor mi lettek megcsókítva, meg mi lettek így elbánva. Tehát valami olyanba keveredhet. Oké, morbidnak tűnik a téma, de igazából... Vagy megöltek egyet, vagy akármi olyan. Igen. Tehát kicsit olyan bosszúnak tűnik, vagy leszámolásnak, gyakorlatilag kivégezték őket, tehát... Ja. De, túl brutális ahhoz, hogy csak egy síva. De volt olyan áldozat, akinek semmi baja nem volt, csak megfagyott? Hát igazából mind menekülés közben. Ketten haltak meg a fenyőfa alatt, amire megpróbáltak fölmászni. Azért volt lecsupaszítva a fa 5 méterig, ugye letörtek az ágak, mert teljesen úgy nézett ki, ahogy le voltak tördelve az ágak, hogy megpróbáltak rá fölmászni, csak nem bírta el őket a faág. Uh-huh. Hát ez is valamilyen szinten a menekülésnek egy... Meg mihez kellett az menekülni? Egy bizonyítéka, hogy másszon. Tehát igen, valamilyen menekült, hogyha föl akart mászni egy fára, mert azt nagyon jól tudták, hogy a semmi közepén vannak, tehát nem integetni akart valakinek a fa tetejéről, mert éjszaka közepén a hegytetőn nem látja senki. Tehát valamiért föl akartak mászni a fára, csak nem jött össze. És ott ketten, akik meghaltak konkrétan a fa alatt, őnekik nem volt sérülésük. Uh-huh. Hanem egy pár 50 méterrel, vagy mennyivel arrébb találtak meg másik kettőt, vagy hármat, ők voltak összezúzva. De úgy, hogy például az egyiknek az összes bordája el volt törve. Tehát most, hogyha ő lecsúszik oda a szakadékba, vagy valahova, hemperek kettőt, hármat, jó, eltörik neki 6 bordája az egyik oldalon, vagy, de nem az összes. Igen. Tehát azért ahhoz... Nagyon csúnyán össze kell törnie magát, hogy az összes bordáját eltörjön. Ja. De mondjuk az, hogy próbál felmászni a fára, az meg a izét támasztja erre, a lavinát. Mi van, mindkettő történt? Mi van, ha lavinát indítottak el?
Mondjuk a földön kívüliek. Mondjuk igen, tehát mi van, hogyha lehet, hogy a lavina az a mellékhatása volt ennek a... Igen. És tényleg lavina történt, miután szarrá lette kínozva. Az lehetséges. Mert a lavina el tudná mosni az előtte, a lavina előtt, a csonkítás utáni nyomokat, azokat el tudta volna a lavina, nem? De, lábnyomokat csak elsőt. Tehát lehet, hogy valóban történt lavina, de... És az békjózta meg őket, a menekülésnek ez volt az indoka, de lehet, hogy előtte történtek dolgok. Lehet, hogy a katonaság robbantotta ezt ki rájuk. Vagy földön kívül bármi. Tehát lehet, tehát, hogy megölték őket, és a nyomokat akarták eltüntetni úgy, hogy rájuk indítottak egy lavinát. Akár, csak mondjuk igen. Nem sikerült, ugye, de így is 2 hétig vagy meddig tartotta a kutatás, mire megtalálták a táborukat. Uh-huh. Egyáltalán, tehát biztos, hogy valamilyen szinten betemette a hó addigra, mert különben azonnal ugye becsatlakozott a légierő is, mint viszont mondtam, ugye van tehát egy azonnal megtalálták volna. Ami az csak a lavina után lehetett. Hát igen. És az egyik őjük és sem. Mert nem voltak körülötte lábnyomok. Meg semmi. Tehát nem mehetett utólag oda valaki, és mit tudom én, elerett a vér, az óra vére, és akkor lecseppent valami vér a holtes mellett, aztán elment. Tehát nem történt semmi. Ilyen. Nem. Mi van, hogyha arra repült egy állat, és annak a vére cseppent véletlenül? Azt mondja, csak megállapították volna, hogy galambvér van mellette, vagy egy varjúnak a vére. Tehát emberi vér. Így nem volt lejó, hogy emberi vér, hanem az volt, hogy egyik őjüké sem. Tehát akkor valószínűleg emberi vérről beszélünk, de nem az övékéről. De nekem az, hogy az egyik próbált fára mászni, illetve 2 ember is próbált fára mászni, az lehet egy ötlet arra, hogy a lavinát túlélje, mert akkor túlélték volna, hogyha fel sikerül mászni a fára, és tényleg jön egy lavina. Szerintem. Igen, de ott már nem volt lavina, mert ugye lábnyomoktól kezdve mindent megtaláltak. Abban az időben szinte meg tudták volna ítélni, hogy volt-e lavinaomlás, vagy nem? Meg, hogyne. Tehát ha tudják, hogy nem volt, most ha azt mondják, hogy nem volt, akkor... Ott biztos, hogy nem, mert ott megmaradtak a lábnyomok. Még... Tehát az a baj, hogy valamielől futottak, és ott végig látszódott a lábnyom. Tehát nem lehetett lavina, mert akkor az ő lábnyomaikait is eltemette volna. Igen. Tehát... Megoldani nem fogjuk szerintem a rejtélyt. Hát nem, meg gondolom, hogy sokan gondolkoztak, hogy ez hogy lehet. Jó, de ahhoz, hogy úgymond megoldjuk a rejtélyt, ahhoz nyitottnak kell lenni mindenre. De érted, az átlagember csak furcsának véli, és tényleg mi van, bitől megerőszakoltak tényleg egy UFO. Ezt nem fogja soha elmondani, meg nem is veszik be ebbe. Hogy akkor, hát valóban ez történt. Valaminek kellett lenni, amit találtak, ami miatt titkosított lehet. Nekem ez jön le, hogy találtak valamit, ami arra ad bizonyítékot, hogy itt valami nem szokványos dolog történt. És nem azért, mert most szerintem a időnek a divatjává vált az, hogy akkor minden aktát titkosítsunk. Érdekes, mert elég sokat lehet rajta gondolkozni egyébként, hogy próbálsz így belegondolni, az ő fejükkel gondolkodni, mi lehet ez, mert ahogy menekülsz, ahogy megtalálták őket, úgymond, meg az, hogy a falat ugye még mindig a táborra nézett, igen. Tehát visszanézett valamiért. Igen. Tehát lehet magát ölte meg? Fejbevágta magát valamivel? Lehet rásett egy kókuszdió a fején. Lehet. Egy fecske hozta a kókuszdiót valamelyik pálmafáról. Ja. Az Urál hegységben. Jó van. Minden esetre érdekes. Hát rejtély, nagy rejtély marad ez szerintem. Igen. Nem. De van egy hasonló? Tehát van egy ilyen kaliberű rejtély még? Ilyen, valami ilyen, történt, de nem tudják meg, hogy ilyen jellegű szerintem nincs. Ez ebben,
egyedi. Hogy ugye ennyi ember, mert azért nem egy ember vagy kettő halt meg, hanem 9 ember halálát okozta, és olyan módon, hogy egyszerűen nincsen rá magyarázat. Valamelyik tény mindig megbuktatja valamelyik magyarázatot. Igen. Tehát igazából az egyetlen magyarázat az, hogy akkor tényleg valami földön kívüli dolog történt, de akkor azzal meg mindent meg lehetne magyarázni. Tehát ez most arra sincs igazából bizonyíték. Nincsen. De lehet, hogy pont ezért egyedi eset, mert mi van akkor, hogyha ezelőtt nem voltak ilyen földön kívüli bosszúk? Mert ha annak tűnik, meg mondjuk tegyük fel, az miatt is jártak el, ez megmagyarázza azért, hogy nem volt ilyen korábban. Mert amúgy nem ilyen természetűek, csak lehet, hogy nagyon kihúzták a gyufát, és most kivételt tettek. Az is lehet, hogy összejátszottak a izékkel. Mivel a földön kívülek, akkor összejátszottak a katonasággal, kiderült, és közös erővel megpróbálták eltüntetni a nyomokat. A katonaság indított egy lavinát, a földön kívülek megcsinálták, amit kicsit meg akartak. Kicsit oda csaptak nekik. Igen. Lehetséges. Azért mondom, hogy ez... Ez jobban megállja a helyét, mint az mint hazudni, bármi... hogy lavina volt, azt az miatt lett sugárfertőzésük. Na, én szerintem már többet nem nagyon lehet erről beszélni. Tényleg érdekes. Egyébként, hogyha én nem látom a filmet, én erről nem is tudok. Meg igazából Mimóza az, aki belevetett ebbe, hogy akkor miért is ennyire egyedi, meg ennyire furcsa ez a dolog. Ezért is borintottam rá, hogy hát én ezt nem tudtam. Nagyon érdekes. Minden esetre. Főleg azért, mert nem nagyon volt ilyen dolog. Nincs másik példa. Hát ugye vannak eltűnnek emberek, meg érdekes holttestek kerülnek elő, de ennyire ennyire kirívó egyedi eset nem nagyon történt. Tehát nem véletlen 60-70 év múlva is még erről beszélünk. Igen, tehát ez a vicces. Meg az, hogy egy mentőcsapat ment ki, tehát még az sincs, hogy... De mondjuk a légierő is besegített, igen, ugye? Igen, hogy megtalálják őket. Mi van akkor, hogy tényleg ott volt valami bázis a környéken, azt mondjuk egy mentőcsapat, filmdetektorral simán észrevetni, nem? Hogyha egy baszott nagy ajtó van a hó alatt. Hát igen, valószínűleg. Tehát akkor gyorsan besegít a légierő, és akkor azt ugye el tudja tusolni arra, úgy, hogy ne tűnjön föl. Hogy nem tudom lehet, egyébként, hogy milyen keresőeszközökkel dolgoztak 1959-ben. Ez kiderül egyébként, hogy mai napig is ott van a válasz. Tényleg lehet, hogy meg kéne nézni a Google térképen, hát ha van valamilyen nyoma. Nem hiszem, hogy ha olyan nyoma van, azt nem fogod meglátni egy térképen. Tehát amit nem akarják, hogy lássál, azt nem fogod látni. 51-es körzetet is lehetett nézni. Hát jó. Ezt mit látsz rajta? Sok a fő úrhajót. UFO úrhajó. Na, legközelebb lehet, hogy Kastel is jön. Most jelenleg nem tudom, hogy mivel fogunk készülni. Nézegettünk. Mert voltak a nagyon átívelő sztorik, mint például a földön kívülek létezése, vagy nem. Ezekben is vannak alkategóriák, mint például kivesészhetnénk a Roswellt is, az is nagyon egy érdekes téma, arról vannak dokumentumfelvételek ugyanúgy, meg mindenféle 51-es körzetet magát, hogy mik folyhatnak ott, meg ott rengeteg interjú is készült már utólag, meg szerintem felvételek is rengeteg lenne. Szóval elmennénk az felé, hogy akkor nem csak úgymond misztikus lények, meg ilyen nagyon átülelő, hanem most már akkor tapogatoznánk ilyen részletekben is, mint például bizonyos eseteknek a kidolgozása, vagy kifejtése. Hogy... Nekem lesz majd megint egy érdekes. Na, hát akkor mondjad, mert én szívesen inspirálnám. Jó, van, lesz megint egy érdekes. Ja, hogy ezt nem mondod el? Nem mondom, egy erdőről lesz szó, ennyit mondom. Aha, New Jersey erdő? Nem. Nem, Amerikában van az erdő, de egy erdőről lesz. Nem.
Akkor már majdnem mondtam. Nem lehet olyan sokat beszélni róla, de érdekes. Igen, tehát most is azért jó, mert azért képeket találtunk hozzá, és nem akarok átmenni podcastbe, hogy lényegében csak hallgatni lehessen minket, hanem azért tényleg képi is, tehát látványbeli dolgokat is szeretnék, úgyhogy kitaláljuk. Úgy tervezem, hogy heti egy Legendák nyomában legyen, úgyhogy szerintem jövő héten fogunk találkozni akkor a Mimózának a témájával. Meg lehet, hogy akkor hozzávetünk valamit, hogyha tényleg nagyon rövid. Szerintem igen. És összehozhatunk lehet, hogy többet. Lesz két téma. Na, remélem tetszett a kis lényeg, Legendák lényege. Úgyhogy én elköszönöm. Sziasztok! Sziasztok!